Az adventi időszak egy téli út a karácsonyi csoda felé. Így foglalták össze az előttünk álló ünnepkört azok a gyerekek, akik felléptek a Királyhalmi adventi műsoron. Nagy György Kornél néptánccal és versmondással is készült az eseményre. Az adventi időszak az a karácsony felkészülését jelenti számomra. Egy műsort rakott össze a tanárnő, ami versmondásról, gyermekjátékokról, és a végén egy közös énekkel készültünk. Szécsi Zsolt néptáncpedagógus szerint a gyermekek alázatosan és aktívan jártak a próbákra, és örömmel adták át magukat az ünnepi készülődésnek. Közös műsorral lép fel az adventi műsor keretein belül a Kultúr Egyesület. Tehát a kicsik, a nagyok, az idősek, tehát minden korosztály együtt készült erre az ünnepi műsorra, és egy 15 perces kis karácsonyi adventi készülődés néphagyomány jellegű táncjátékot mutatnak majd be. Pécs Blanka, a Petőfi Sándor Művelődési Egyesület vezetője szerint szükség van az emberek szívébe már most meggyújtani az ünnepi lángot, és lassan az adventi gyertyagyújtásokkal, a gyermekek előadásaival hangolódni a karácsonyi ünnepre. Legtöbb ember úgy gondolkodik még, hogy hú, de messze van még karácsony, nem is kell annyira még készülődni, de pont ezen szeretnénk változtatni, hogy ne az legyen a legfontosabb, hogy 25-ére karácsonyra minden zsúfolásig és hullafáradtan lassítsuk le egy kicsit az időt, és minden vasárnapot ünnepeljük meg egy-egy gyertyagyújtással, egy-egy ünnepi hangulattal. Az ünnepi program záró részeként meleg tea, forralt bor és karácsonyi dalok kíséretében meggyújtották az adventi koszorú első lila gyertyáját is.